Sziasztok gyerekek, én Ákos vagyok. Nagyon régen volt videó, úgyhogy most muszáj eljött az idő, és becsukom az ajtót, hogy senki se zavarjon. Na szóval, kaptam egy nagyon csodálatos dolgot. Arrébb lakom a csodálatos dolgot, azt nem láthatjátok. Szóval ide leteszlek titeket. Igazából mi az a nagyon csodálatos dolog? Elmesélem nektek, talán egy hónapja, két hónapja nem volt ugye videóm, elmesélem nektek, az a csodálatos dolog az... Várjatok. Az itt, ez itt. Ezt ma kaptam, ma reggel, mert én szerettem volna egy drónot. Szóval majd ezzel csinálok videókat, hogyha lesz benne kártyám. Maga a kamera az már 2,4 gigás, úgyhogy ha teszünk bele még egy 4 gigás kártyát, mint a telefonokban. Ott általában nem giga szokott lenni a megabyte. Hát akkor tudok ezzel videót csinálni, de még most is tudok, csak... Hát ugye nehéz lenne feltölteni a gépre, úgyhogy muszáj egy chip. Fogok videókat csinálni, ha lesz ugye nekem chipem. De addig is most kipróbáljuk, itt felrepülünk ilyen... Te, hogy magától fölmegy, én kipróbáltam már. Kimentem az utcára, de ugye fúj a szél, és ott nem érdemes, mert ráfújja a szomszédba. Nem fújta át, hála Istennek, mert olyan alacsonyan próbáltam úgy irányítani, hogy maradjon egy helybe, és próbáltam kerítés alatt csinálni, úgyhogy hogy például, ugye hát most itt van a kezem, ugye ide a properre nem tud elérni, mert itt ez. És ugye neki ütközik a tévének, properrel ugye forog, és megmutatom. Szóval, itt a kezem. Vagy mondjuk a fejemnek neki megy, így, akkor ez itt forog, és nem tudja megütni. Csak is akkor tudja megütni, hogyha így belehajol, de az már eléggé beledarálna ide a szemembe. Úgyhogy óvatos vagyok, még magamra se irányítottam, egyszer majdnem magamnak mentem. De hála Istennek limbóztam egyet, mert így elment felettem, mert fújt a szél. A kutya, hát nem is szólok, hát leugottam, mint retek, úgyhogy gyorsan elvettem onnét a kerítés elől. Hát itt a szomszédban egy kutya van, aki szeret, de néha leugatja az én tárgyaimat, amit kapok, de nem tudom miért. Úgyhogy elég jó kis cucc. Először azt sem tudtam, hogy kell most azt az akkumulátort feltölteni. Rájöttem, hogy nem szabad égni annak a kis piros pontnak. Várjatok egy kicsit, mindjárt csak babrálok együtt. Na szóval, ez a kis tudtatölt, ez ilyen USB kábel, PS-be is be lehet dugni. Oda, ott a PS. PS2-n van, de oda is be lehet dugni simán. Ide van most betömködve az aksi, itt, ez a műanyag alatt, vagy fölött. És azért nem veszem ki, és mutatom meg, mert utána eléggé nehéz lesz visszatuszkolni ezt a szart. Igen. És mikor ez bedugod, akkor... Közelebb megyek, mert alig látjátok, hogy mit akarok megmutatni. Szóval, ha bedugod, akkor itt lesz majd egy fény, itt. Meg is mutatom, várjatok. Mindjárt jövök. Hogy ne teljen nektek egy perc. Szóval itt van a cucc hozzá. Bármilyen telefontöltő vagy, amit ki lehet itt szedni, olyan kell vele. Szóval... Fordítva, nem? Nem. Jól raktam bele. Akkor...
Mutatom, várjátok, gyertek! Muszáj látni nektek, hogy ég. Szóval kihozom most a sunyogriasztót, és bedugom így. Szóval látjátok, ez a piros pont, itt ennek nem szabad égnie, vagy akkor nem tölt az akku. Most kivesszük szépen, és visszatesszük a sunyogriasztót. Így ezt. Inkább kihúzom, mert most nincs este. Becsukjuk. Igen, fókusz kérlek, köszönöm. Szóval visszateszlek ide a palaszkhoz titeket. Hát a távirányító az full tele van gombokkal. Szóval hát ez itt a bekapcsoló gombi, ezt fölfele toljátok, villog. Csatlakoznia kell majd a drónhoz. Drón is szuperül világít, este majd kipróbálom tudni. Hát itt bekapcsoljátok, csatlakozott, és várni kell, hogy ez ne világít, ne villogjon. Várunk. Csatlakozz. Ez most elég sok idő lesz. Vártok egy kicsit. Először a távirányítót, aztán a drónt. Na, abba a villogást. Szóval, ha leteszed a földre, akkor hagyja abba, rájöttem. Most jöttem rá, basszus. De ügyes vagyok. Ugye, reggel kaptam, hazajöttem a táborból, és igen, voltam táborban. Esztergomi hát most már elköltöztem Esztergomba. Pilis Barótól lakok, és Esztergomi Esztergomi táborban voltam. Ugye, ennyi gomb van rajta. Itt a kamera, full HD kamera, full HD. Néztem videókat, nagyon szép videót csinál. Arra vigyázzatok, hogy ha vesztek ugyanilyet, csak pirosba, mert van ilyen pirosba, de ott csak a teste a piros, szóval itt nem ezek fehérek. Láttam egyet, nem ugyanilyen, hanem piros, ott az Aldiban lehet ilyet venni, még itt a Esztergomi Aldiban, meg az Érdiben is, azt hiszem, meg Szaszombottan nincs Aldi, jó. Hát a kamerája, nincs kameralencséje, szóval csak így nagyon picike kameralencse van, amit hát nem lehet így belenyúlni, szóval így nem tudjuk összekoszolni. Nagyon király. Nagyon pici a lencséje, szóval ilyen 2-3 mm, vagy csak annyi sem, 1 mm kb. Kikapcsolom inkább, mert merül az akúja. Kb. Egy 3 óra alatt fullosan feltöltődik, és 2 napig lehet vele cuccolni. Hogyha nem játszol vele, akkor bírja 2 napig, hogyha játszol vele, mondjuk egy nap úgy jó 5-6 órát, akkor lemerül. Én néha így felreptetem, 10-15 percet megyek vele. Igazából felreptettem kétszer is, ez ilyen 10-15 percet csináltam fotón. Kiállítottam ilyen akadálypályát, és akkor a doboznak levágtam azt a részét, ami ugye akadályozó, hogy leszálljál, mert úgy elég nehéz volt egyszer leszállnom. Fú, de meleg, azt a vagy, mindegy. Szóval, ezzel tudsz leszállni, fölfele menni. Ezzel tudsz fordulni. Ezzel tudsz fordulni, és felfele szállni. Ezzel a másik irányba fordulni, és ugyanúgy felfele menni, és többit már szerintem tudjátok. Előre menet, hátra menet, oldalra menet, másik oldalra menet, és ilyen rézsutas menet is van, szóval, hogy
Így áll a drón, és így megy. Így. Bár azért fizikája... És hogyha ezt megnyomjátok, akkor csinál egy ilyet az egész drón. Szóval, ha ezt a gombot itt super speed, ezt itt megnyomjátok, akkor... Még nem próbáltam ki, ezt csinálja, azt írta a dobozon, ezt csinálja a drón. Csak persze gyorsabban. Kb. Ilyen gyorsan. Szóval nem így, hanem így. Azt hiszem, itt van ez a speed conversion. Az gyorsabb a felleszállás, kb. Hát, hogyha ezt a gombot nem nyomtam, meg ilyen, eleve ilyen gyorsan felleszáll, ez a fel, nem. Ez a felfele és ez a lefele. Ilyen előre menet így megy, hátra menet így. Hogyha szembe fújja a szél, akkor így, kb. Ilyen lassan. Oldalra átlagosan így megy. Széllel szembe úgy, ahogy előre, hátra, meg minden. Ha be akarjátok üzemelni ezt a kamerát, akkor itt van ez a kis drót, ez itt. Ezt ide be kell dugni, nem tudom, hogy látjátok-e, van itt egy ilyen kis cucc. Ez itt, ez. Oda be kell dugni a zsinart. És igen. Jó, mindenki van kapcsolva. Megmutatom itt a gombok mire szolgálnak. Szóval ezzel tudjuk fokozni, ezzel. Ezzel tudjuk fokozni, hogy milyen erős legyen a fordulás. Igen. Hát ezzel fokozni tudjuk a sensitivity-t, ezeknek a sensitivity-t. Én beállítottam a sensitivity-t, könnyű irányítani, úgyhogy, ja. Ezzel tudjuk a rotorokat beindítani. Ezzel tudunk fotózni, ezzel kamerázni, ezzel irányba helyezni, irányok szerint az egészet. Szóval előre néz, akkor észak, ha hátra néz, akkor dél, és akkor így, igen. Nagyon okos ez. Ezzel meg azt hiszem, lesz valami világítás. Ja, szuper. Szóval hátrébb megyek, mert nem láttok. Itt a hátulján van ez a piros, nagyon picit csavarhúzóval ezt lecsavarozzátok. Hát ceruza elem kell bele, és as. Szóval dupla as kell. Hát a kopterhez adtak egy Port B propellert, meg egy A propellert. Azért B meg A, mert ugye a B az erre forog, az A pedig fordítva forog. És ez azért kell, mert a kanyarodáshoz. Mert hogyha kanyarodni akarsz, akkor... már megvan a technikai. Ha kanyarodsz, akkor a propeller így megkezd döntődni. Ilyen a sensitivity. Nem teszem tönkre, mert... Ja. 18.000 forint. Nagyon sok. Ja, nem, 17.690. 17.700 forint volt. Megveszem simán a pénzemből, mert ugye nekem 32.000 van. Úgyhogy jó. De anyukám vette meg, mert mondta, hogy menjek táborba, és csóri szatyorra mentem táborba! Írjátok kommentbe hashtag csóri szatyor! És most kezdjük a felreptetést! Na szóval... Itt az ágyunkról reptetjük fel, mindent próbálunk messzebb vinni, sötét az nem, hogy leesel. Próbálom minél kevesebb káromkodást beleadni a videóimba. Szóval gyertek, már 14 perc van a videó, nem is tudtam. Hát hogy videózzam, hogy? Ó, van egy ötletem. Ugye ez így megáll, mert van ilyen talpa. Ilyen talp. Ilyen van rajta.
Úgyhogy ennek valahogy neki döntelek titeket. Először is be kéne kapcsolni. Itt a kis bekapcsoló gombja nagyon aranyos. Kicsi bekapcsoló is lehetetlen benyomni. De én be tudom, meg kicsi a kezem. Na szóval, ide ülök a székembe. Csatlakozni kéne. Jó, csatlakozott, minden okes. Ide. Nem, inkább a visszaállítanak titeket a palaszkhoz, mert az nekem nagyon szimpatik. Palaszk. Úgy, látjátok a drón. Drón a szimpatik. Úgy, ja. Szóval, irányzat, itt van, nagyon ügyes vagyok. Fókuszáljátok a drónra. Indítás. Hogy repült? Super flip mód! És lelassítom. Úristen, ezt nem tudtam feldolgozni, mit csinált. Azt akkor. Te nagyon durva kis szerkezet vagy, inkább agressziót hagyjuk, jó? Azt a rohadt. Nagyon király volt. Csinált egy dugóhúzót, szó szerint egy dugóhúzót. Szerintem nem láttátok, mert nem úgy állt a kamera, de azért megnézem. Na, remélem tetszett nektek ez a videó, ennyi lett volna, mert a telefonom az eléggé merül. Igen, telefonnal videózok általában. Remélem kapok egy nagyon jó telefont, ami Android, könnyű irányítani, és 8 megapixeles kamera. Gyerekek, egy GoPro használati kamerát, ami megfelel ahhoz, hogy tudjak jó minőségi videókat csinálni, és lássatok, hogy mit csinálok. Na szóval, akkor is én Ákos voltam! Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, sziasztok!